1200 dollár környékén ingadozik az arany árfolyama immár egy hónapja. Beállt nagyon az árfolyam erre az árszintre, kialakult itt egy háromszög alakzat a grafikonon, ezt a napos, de még inkább a 4 órás grafikonon nagyon jól lehet látni. Ilyen háromszög alakzatok akkor szoktak kialakulni egy eszköz árfolyamában, hogyha vevők és eladók között az erőviszonyok nagyon kiegyenlítettek, és nem igazán lendül el az inga egyik irányba sem. Persze előbb vagy utóbb feloldódnak ilyen alakzatok, és kitör az árfolyam valamilyen irányba, aztán nagyobb lendülettel, és abba az irányba fejlődik tovább az árfolyam többnyire. Hogy milyen irányba, az persze nagyon nehéz megjósolni, hogy melyik tábor kerekedik felül végül az eladók vagy a vevők, ehhez kell egy hír valószínűleg, ami aztán a döntő löketet megadja. Ilyen hír lehet például a Kínával kapcsolatos spekulációk, amelyek az utóbbi időszakban napvilágot láttak. Két hír is van tulajdonképpen. Az elmúlt hét végén jött egy hír, hogy Kínában a jegybank, a kormányzat mennyiségi lazításba kezd, hogy ismét nagyobb életet leheljen, lendületet adjon a kínai gazdaság növekedésének, egy 200 milliárd dolláros programról, 1 billió yuanos programról van itt szó, ami egy jelentős léptékű monetáris lazítás. Hogy mire képes a monetáris lazítás, azt láttuk bőven az elmúlt években az arany árfolyamában, milyen hatással voltak az ilyen intézkedések. Könnyen meg lehet, hogy ez a kínai befektetők érdeklődését elviszi az arany irányába, és az emberek a devizájuk értékvesztésétől tartva elkezdenek nagyobb mértékben aranyat vásárolni, mint ahogy ezt eddig tették, és ez egy ilyen nagy ország esetében, mint Kína, a világ legnagyobb felvevő piaca az arany esetében, bizony vezethet olyan mértékű kereslet növekedéshez, hogy ez egy középtávú rallihoz akár vezethetne az árfolyamban. Egy másik nagyon érdekes hír, amivel kapcsolatban spekulációk jelentek meg az elmúlt napokban, pedig az, hogy Kína meg lehet, hogy 5-6 év zárkózottság után nagyobb nyilvánosságot ad az aranykészletének. A legutóbbi adat 2009-ből való ezzel kapcsolatban. A kínai jegybank aranytartaléka akkor 1000 tonnát tett ki nagyjából. Elemzők arra számítanak, hogy az elmúlt években a kínai jegybank jelentős mértékben halmozott fel aranyat. Meg lehet, hogy 3000-3500 tonnányi aranya van ma már a kínai jegybanknak. Ezzel a második legnagyobb aranytartaléka lenne az Egyesült Államok után. És egy ilyen hír, hogy a kínai jegybank fokozatosan és rendszeresen építi fel, hízlalja az aranytartalékát, ahhoz vezethet, hogy a bizalom erősödik az arany iránt az emberekben, az arany tartalék képzésének létjogosultsága, aki ezt megkérdőjelezi, az esetleg máshogy gondolhatja, hogyha a kínai jegybank így növeli a tartalékát, az aranytartalékát, és mindez szintén ahhoz vezethetne, hogy a kereslet növekszik az arany iránt, és ezzel persze az árfolyam is a mostaninál magasabb régiókba emelkedik. Tehát volna tere egyébként az emelkedésnek az aranynál, kitörhet az árfolyam a háromszögből fölfelé, éppenséggel ilyen hírek hallatán, és elszaladhat könnyen 1300 dollárig, vagy akár a fölé is, visszatérhet tehát a tavaly novembertől látott emelkedő trendbe. Ugyanakkor azért továbbra is látni kell a negatív környezetet, amelyet legfőképpen az amerikai dollár ereje diktál. Amerikában előbb vagy utóbb érkezni fog a kamatemelés, az első kamatemelés a mostani nulla közeli kamatszintről, és fokozatosan fognak valószínűleg emelkedni a kamatok az Egyesült Államokban, ez erősíteni fogja a dollárt, és egy erős dollár, emelkedő kamatok, mindez nagyon negatív az arany számára. Azt gondolom, hogy ha most látunk is egy fölfelé kitörést a háromszögből, és egy kisebb rallit adott esetben az árfolyamban, valameddig előbb vagy utóbb jönni fog még a fekete leves, és azok az információk, hírek, amelyek negatívak az arany számára, ismét lejjebb fogják püfölni majd még az árfolyamot.